Vadon veszély, ijeszt a sárkány, keresztben halt, megégsz a mágián, s mind újra, szebben, erősebben születhet derék emberekben. Égben mint játék, alkotó láj, testvérvágyból fölépülő ház, szív, igazság kényszerű harcban, amit a küzdő tud, tudatlan. Végzett, kenyeret. Ismerjük a múltat, akkor tudunk eligazodni a jelenben, és akkor lesz biztos jövőnk. Ennek a gondolatnak a jegyében elkezdtünk itt a városban egy irodalmi hagyományápolást és emlékőzést. Néhány hónappal ezelőtt ennek első állomásaként avattuk föl Pécsi Gabriellának, a Göcsei Tulipánnak az emléktámláját, és néhány nappal ezelőtt a Pozvai Kórház falán Utasi Józsefnek, a Kossuth Díjas zseniális költőnek, a Csillagok Árvájának az emléktábláját. És ennek a irodalmi hagyományápolásnak és emlékőzésnek egy újabb állomása az, hogy fejet hajtunk városunk nagy szülötte, és hogyha egy jelzőt kéne mondani, az Alai Poligisztor, Keresztúri Dezső szülőt. Aztán a körzetes házat lemondotta, és ezt a legnyelmetes képületet ez a barátság. És nem véletlen az sem, hogy Keresztúri Dezső soha nem felejtette el gyökereit. Otthoni táj emlékedőt vérjár a szívemben, írja egyik versében. És a híres keramikus művészünk vendégkönyvét is e szavakkal. Ember, Isten vagy ördöge, de élni csak, nem ölni fegyver. Gyönyörű, ez a legmondat, gyönyörű, csodálatos, valóban, csak élni, fegyvert nem lehet venni.